Hello, hello, jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy francia leckét. Babysittereknek, meg ópereknek főleg, vagy mamáknak. Vedd fel, légy szíves a kabátod, mert hideg van. Mets ta veste, s'il te plaît, parce qu'il fait froid. Mets ta veste, s'il te plaît, parce qu'il fait froid. Mets ta veste, s'il te plaît, parce qu'il fait froid. De ezt tulajdonképpen úgy is lehet mondani, mert kabátot úgy is lehet mondani egy vest meg manteau. Szóval mondok még egy másikat, ahogy lehet mondani az ugyanezt. Mets ton manteau, s'il te plaît, car il fait froid. Mets ton manteau, s'il te plaît, car il fait froid. Mets ton manteau, s'il te plaît, car il fait froid. Tulajdonképpen parce que meg car ugyanazt jelenti, csak az egyik hosszabb, a másik rövidebb. Ugyanazt jelenti mert. Nem mehetünk, mert esik az eső. On ne peut pas y aller parce qu'il pleut. On ne peut pas y aller parce qu'il pleut. On ne peut pas y aller parce qu'il pleut. Ezt úgy is lehet mondani, nous ne pouvons pas y aller car il pleut. Nous ne pouvons pas y aller car il pleut. Nous ne pouvons pas y aller car il pleut. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy ez segítség volt mindenkinek, aki végignézte. Majd még találkozunk. Sziasztok!